Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Latorcai Csaba, és akkor már is puskázok, azt mondja, a miniszterelnökség társadalmi örökségvédelmi ügyekért, valamint a kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár, meg még sok mindenért. Jó reggelt Szép kívánok! Jó reggelt kívánok, utólagos engedelmével üdvözöljük a nézőket is. Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, és akkor nézzünk, hogy hol is tartunk ez idén. A Luach a zsidagógai naptár szerint 5778 Cisri hónap 22. napja van, Sminiát szeret van ma, és holnap 13-án a Tóra ünnepe, majd vigadjanak. Viszont akik a Gergely naptárt használják, azoknak is elmondjuk, hogy 2017. 10. hó 12. napja van, na és persze csütörtök, hamarosan itt a hétvége. Szeretettel köszöntjük minden Miksa Utó nevű nézőnket névnapjuk alkalmából. Az euró árfolyama 309.17, míg az angol font, ami hamarosan már azért kellendő lesz nálunk, csak nem lesznek az EU tagjai, 345.07. És akik lemaradtak volna időjárás jelentésünkről, azoknak elmondjuk, hogy 7 és 21 Celsius fok között várható a mai időjárás, öltözenek rétegesen, és figyeljenek oda folyadék háztartásukra, mert ez napjainkban nagyon fontos. És akkor nézzük, hogy milyen konferencián fog ma részt venni dr. Latorcai Csaba. Jó reggelt kívánok, én is szeretettel köszöntöm a nézőket. Immáron 10 éve kerül megrendezésre Kecskeméten egy nemzetközi civil konferencia, amit a város szervez, helyi és közép-európai civil szervezeteknek, ahol lehetőség nyílik a civileknek saját problémáikról, saját jó gyakorlataikról kötetlen formában eszmét cserélni, és ezen konferencia kerekasztal beszélgetések keretében lehetőség nyílik arra, hogy bizonyos a kormányzat és a civilek együttműködését érintő kérdésekben magam is előadást tarthatok. Akkor tulajdonképpen ez a konferencia bizonyíték arra, hogy a kormány nem üldözi a civil szervezeteket, és a civil szervezetek és a kormány képes nagyon jól együttműködni? Igen. Ez egy hülyeség, hogy a kormány üldözné a civileket. A kormánynak vitája van nagyjából egy tucat civil szervezettel, még Magyarországon több mint 60 ezer civil szervezet található. Én úgy gondolom, hogy az arányokból is látszik, hogy itt a civil szektort érintően semmiféle konfliktusa nincsen a kormányzatnak. Mi több, én úgy gondolom, hogy a kormánynak az elmúlt jó pár évben hozott intézkedései, akár jogi, akár pénzügyi intézkedései, támogatásai azt bizonyítják, hogy kifejezetten együtt kívánunk működni a civil szektorral, hiszen a valódi önkéntes társadalmi kezdeményezések nagyon-nagyon fontosak és elengedhetetlenek abban a küldetésben, abban a misszióban, amit a kormány kitűzött céljának 2010-ben. Ami nagyon érdekes, itt az egyik fővédnök nem más, mint a Vörös Kereszt. A Vörös Kereszt azt tudjuk, hogy egy nemzetközi szervezet, és mindenhol a világon alulról a társadalomból építkezik. Na most ők ugye külföldről is kapnak támogatást, sőt, mi több, ők külföldi intézményeket, rászorultakat is támogatnak. Ők azok közé tartozik, akiknek be kell vallani, föl kell tüntetni, hogy külföldről is kapnak támogatást, mégis úgy tűnik, hogy a kapcsolatok kiválóak. Így van. Én úgy mondom, semmi tragédia nincsen abban, hogy a külföldről juttatott támogatásokat egy szervezetnek be kell jelenteni megfelelő módon. Ez nagyon-nagyon távol áll attól, hogy bármilyen üldöztetést szenvednének a szervezetek. Ez egy teljesen természetes, én úgy gondolom, hogy mind társadalmi, mind pedig kormányzati elvárás, hogy lássunk tisztán, ki honnan kapja a támogatást. Aki külföldről kapja, nincsen azzal sem probléma, de tárja a nyilvánosság elé. Önnek a tárcája nagyon széles, és benne van az örökségvédelmi ügyek is. Mondja nekünk valamit, hogy alakul a vár. Néhány évvel ezelőtt a kormány bejelentette, kidolgozta a Hausmann tervet, amiben a vár megújítását célozta. A vár ma Magyarország számára, nem csak Budapest, hanem egész Magyarország számára az egyik legfőbb és legkomolyabb turisztikai vonzerővel rendelkezhet. De csak rendelkezhet. Ehhez komoly fejlesztésekre van szükség, tartalmi fejlesztések és infrastrukturális fejlesztések is szükségesek,
hogy valóban a 21. század turizmusának megfelelő módon fogadhassa azt a több millió látogatót, aki évente minden évben odalátogat. Hogy tudják a turisták, akár belföldi, akár turisták, hogy mit érdemes megnézni, és amit érdemes megnézni, az tényleg legyen olyan állapotban, eredeti állapotban helyreállítva, mint ahogy azt akár évszázadokkal ezelőtt eltervezték, elképzelték és föl is építették. Ezt az újjáépítést kezdtük el, és ennek már láthatók az első gyümölcsei, hogy még átadásra nem kerültek, de nagyon komoly előrehaladás van, akár a lovarda újjáépítésében, akár a stökküllépcső újjáépítésében, akár pedig az egykor volt főőrségi épület újjáépítésében. Megvannak erre a források? Igen, természetesen a kormány, amikor döntött a beruházásról, akkor a szükséges támogatást is hozzárendelte. Több beutaztató aggodalmát fejezte ki, hogy amikor a Válba a kormány föl fog költözni, akkor nehezebb lesz a turistákkal való közlekedés. Milyen megoldásokat találnak erre? Én nem gondolom, hogy... Biztonsági szempontok miatt is, meg egy kicsit túl zsufi lesz. Nem gondolom, hogy bármilyen módon biztonságilag befolyásolná a kormánynak, de nem is beszéltünk a kormánynak a Várba költözéséről, hiszen csupán a miniszterelnökség, valamint két minisztérium fog a Várba költözni. És ne feledjük el, hogy a köztársasági elnöki hivatal, ami a legmagasabb védelmi fokozattal rendelkezik biztonsági szempontból, az már évek óta a Várban található. Ezen fokozni már nem igazán lehet, és hogyha eddig sem zavarták ezek a biztonsági intézkedések, sem az ott lakókat, sem pedig a turistákat, akkor miért zavarná a jövőben? Ellenben ezek a változások megint csak komoly turisztikai attrakciókat hozhatnak a Várba, ami további turistákat vonzhatnak. Mesélj nekünk még a Hausmann programról. A Hausmann program keretében, mint említettem, az egész Vár revitalizációját kitűztük célunknak, de elsődlegesen most a Várpalotára fókuszálunk. A Várpalota tekintetében döntés született a 20. század, 19. század végén, 20. század elején elkészült Szent István terem újjáépítésére. Ez a terem jól lehet nem a legnagyobb terme volt a budavári palotának, viszont akkor, amikor elkészült, a korabeli képző és iparművészet legmagasabb szintű magyar csúcs teljesítményét reprezentálta. Ennek az újjáépítése, én úgy gondolom, mindenki számára egyértelművé fogja tenni, hogy a 19. század végén, 20. század elején milyen magas szintű képző és iparművészeti teljesítmény jellemezte Magyarországot, és az újjáépítés pedig azt fogja bizonyítani, hogy erre a teljesítményre most is képes Magyarország. Nem teljesen világos sokak előtt, hogy a Habsburg hagyaték a Várba marad, vagy hova költözik. A kormány döntött arról, hogy Habsburg Ottó hagyatékát összhangban a Habsburg család kérésével Budapesten és a budavári palotában fogja elhelyezni. Habsburg Ottó különleges személyisége nem csak a magyar történelemnek, hiszen ő volt az utolsó trónörökös, hanem az egész európai történelemnek, hiszen a II. Világháborút követően a páneurópai gondolat egyik motorja volt Habsburg Ottó. Ennél fogva tehát az öröksége az nem csupán egy Habsburg örökség, hanem annál sokkal túlmutatóbb jelenség. A páneurópai gondolat örökségét kívánja ezzel a döntéssel a budai várban elhelyezni Magyarország kormánya, és erre egy alapítványt hozott létre. Az alapítványnak nem a megőrzés az elsődleges célja, hanem ezt a tárgyi, de még egyszer mondom, leginkább szellemi örökséget, hogyan lehet a 21. században megismertetni, továbbfejlesztetni, és egész Európában etalonná tenni. Ez az igazi feladat. Erre a feladatra az alapítvány, a budavári palota D-épület földszintjét, ami most egy igen-igen elhanyagolt része a budavári palotának, ezt juttatta az alapítvány számára, és az alapítvány pedig fel fogja újítani a budavári palota D-épület földszintjét, hogy valóban méltó legyen a helyszín Habsburg Ottó szellemi és tárgyi örökségéhez. És akkor ez nem csak egy bemutató, hanem tulajdonképpen egy kutatható örökség is. Így van. Örökség ez egy archívum, kutatóintézet, és egyéb más tevékenységeket ellátó alapítvány. Majd később esetleg egy Habsburg múzeumá is válhat? Alapvetően nem múzeális gyűjtemény a létrehozást, tehát nem múzeális gyűjtemény létrehozása a cél, hanem kifejezetten Habsburg Ottó páneurópai gondolatának
21. századi megismertetése és elterjesztése. És ha már fönn vagyunk a várba, és ön itt van velünk, akkor mi történik a Széchenyi könyvtárral? Ott is nagyszabású rekonstrukciókba kezdtek, valóban. A kormány úgy döntött, hogy első lépésként a Széchenyi könyvtár számára egy archivális raktárat épít Pilis Csabán, hogy meglegyen a megfelelő biztonsági távolság, ahol a másodpéldányokat el tudják helyezni, és ezzel a raktár kapacitása lényegesen meg fog nőni a Széchenyi könyvtárnak, és így lehetőség nyílik, hogy a jelenlegi helyén a várpalota újjáépítésével párhuzamban megmaradjon. Az eredetileg rekonstruált helyen mégis 21. századi színvonalú szolgáltatásokat tudjon nyújtani az országos Széchenyi könyvtár. Tehát összefoglalóan azt tudom mondani, hogy a Széchenyi könyvtár ott marad a budavári palota F épületében, az épület rekonstrukcióra kerül középtávon az eredeti állapot szerint, de a szolgáltatások olyan lehetőséget fognak nyújtani, hogy azok valóban 21. századi színvonalú nemzeti könyvtárat jelentsenek mindenki számára. A miniszterelnökség a történelmi egyházakkal megújította szerződéseit és áttekintette azokat. Mit tud erről mondani? Igen, most a Magyarországi Református Egyházzal született megállapodás. Áttekintették az elmúlt időszakban a kormány megfelelő szervei a már eddig megkötött egyezményeket, és igyekszünk ezeket harmonizálni, hogy a vatikáni egyezmény, mint nemzetközi egyezmény bizonyos szempontból az etalon, de a lelkiismereti és vallásszabadságban, amit az egyházakról szóló törvény értelmében a lehetőségeket minden egyházi státusszal rendelkező szervezet számára ugyanúgy kell megadni. Ez a harmonizáció megindult, most a református egyházzal született egyezmény, és amennyiben lesz igény, akkor természetesen ez folytatható más egyházakkal is. Hamarosan sor kerül a zsidó kerekasztalra. Mit várnak ettől a kerekasztaltól? Az ünnepek után kívánjuk összehívni a kerekasztalt. Minden alkalommal aktuális témákat vitatunk meg. Most is abban a stádiumban vagyunk, hogy a kerekasztal tagjait megkérdeztük, hogy melyek azok a témák, amelyeknek a felvetését javasolják. Még várjuk a visszacsatolásokat. Már látszik egy-két téma, hogy mik azok, amelyek fel fognak merülni. Október 23-a már kopogtat az ajtón. Hogy készül a kormány, illetve a miniszterelnöki hivatal, illetve az az egység, amit ön vezet, az október 23-ai megemlékezésekre? Október 23-a egy olyan nemzeti ünnepünk, ami időben hozzánk legközelebb álló sorsfordító eseményre emlékezik. Sokszor az ünnepségeken közöttünk vannak még élő szemtanúk, akik aktív módon részt vettek a forradalom és szabadságharcban. Ennél fogva én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a még élő szemtanúkat és résztvevőket minél inkább megbecsüljük. Ez a megbecsültség jó néhány kormányzati intézkedésben öltött testet, hiszen a politikailag üldözött személyek nyugdíjszerű és szociális ellátását az elmúlt időszakban a kormány többször komoly mértékben emelte, és a következő generáció számára pedig fel kell hívni a figyelmet, akár az ünnepségeken, akár iskolai rendszerű oktatásban. De én úgy gondolom, hogy minden családnak kötelessége felhívni a figyelmet arra, hogy 1956 alapozta meg a mi jelenlegi szabadságunkat. Tehát nem evidencia egy nemzet számára a szabadságban való élés. A magyar nemzet történelme az sokszor rámutatott arra. A magyar történelmünket nagyon sokszor évszázadokon keresztül éltük rabságban, és élni kell tudni, helyesen kell tudni élni szabadságunkkal. Én úgy gondolom, hogy ez a fő üzenete 1956-nak, amit az október 23-a alkalmából megrendezendő ünnepségeken is hangoztatni fogunk. Ennek reményében búcsúzunk öntől, és mielőbb visszavárjuk. Kedves nézőm, az elmúlt percekben dr. Latorcai Csabát hallották, és most következik Sáling József elnök úr. Előzetesek, és már is jövünk vissza. Tartsanak továbbra is velünk. Köszönöm.